Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Saját munkahelyről lopott a férfi, elkötötte, majd össze is törte a céges autót. Petőfi emlékév, a Bonyhádi gimnázium méltóképpen ünnepli névadóját. Stációk, könyv jelent meg a szekszárdiak sorsáról a II. Világháborúban. Elkötötte a munkahelyéről, majd össze is törte a céges autót egy dombovári férfi. Nem elég, hogy mindezt részegen tette, kiderült, hogy még jogosítványa sem volt. Egy dombovári cégtől tettek néhány napja bejelentést a rendőrséghez, ugyanis a vállalkozás telephelyéről eltűnt az egyik autó. Kollégáim azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a cég képviselőjének segítségével kiderítették, hogy az autót az egyik alkalmazott vitte el, aki elismerte, hogy pénteken éjszaka ittas volt, és nem rendelkezik vezetői engedéllyel, de úgy döntött, hogy az autót elviszi magával, és egy kicsit kocsikázik. A férfi útközben elaludt és összetörte a kocsit, ezzel 500 ezer forintos kárt okozott a járműben. Majd valamiért úgy döntött, hogy az éjszaka folyamán mégis visszaviszi az autót a munkahelyére. Ezt követően hazament, és a hétvégéjét élte tovább. Miután a cégvezetője észrevette, hogy a telephelyen mi történt, akkor őt is felhívták, és ekkor ismerte el, hogy az autót ő kötötte el. Kollégáim a férfival szemben járműönkényes elvétele büntet miatt eljárást indítottak. Továbbá, mivel kiderült, hogy a férfinak nincs jogosítványa, vagyis engedély nélkül vezetett, ezért az egyenruhások vele szemben szabálysértési eljárást is indítottak. Mintegy 200 kockázatos élelmiszeripari és takarmányozási termék miatt kellett Magyarországon intézkedni a múlt évben az EU-s riasztási rendszer adatai alapján. Az országot érintő ügyek elsősorban baromfihúshoz és abból készült termékekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz, fűszerekhez, valamint étrendkiegészítőkhöz kapcsolódtak. Az esetek 86%-a külföldi előállítású terméket érintett, emelte ki kedden kiadott előzetes évösszefoglaló közleményében Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletéért felelős helyettes államtitkára. Az Európai Bizottság élelmiszer és takarmány biztonsági riasztási rendszerén keresztül 2022-ben 226 ügy érintette Magyarországot. Az esetek túlnyomó többsége élelmiszerrel kapcsolatos volt, emellett takarmánnyal és élelmiszerrel érintkező anyagokkal összefüggésben is adódtak problémák. Újabb segítséget kapnak az államtól a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő családok, jelentette be Kulturális és Innovációs Minisztérium szakállamtitkára. Hordung Ágnes azt mondta, 2023. január 1-től havonta plusz 10 ezer forint családi adókedvezményt vehetnek igénybe. Az új támogatás az eddigieken felüljár. Az érintettek tehát továbbra is jogosultak a magasabb összegű családi pótlékra, az utazási és étkezési kedvezményre, valamint a közgyógyellátásra. A gyes pedig a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe. A gyermekek otthongondozási díja, a gyod összege pedig idén már bruttó havi 232 ezer forintra nőtt, ami a tavalyihoz képest havonta mintegy 24 ezer forintos emelkedést jelent. Valamint nagy segítség az is, hogy a gyod mellett az otthonteremtési támogatásoknál nem számít a gyermek életkora, tehát lehet már felnőtt, a család akkor is igényelheti például a csokot, az áfa visszatérítést vagy az illetékcsökkentést. Az elmúlt 12 évben olyan többrétű családtámogatási rendszert alakítottunk ki, amely minden élethelyzetben segítséget nyújt a családoknak. Közöttük kiemelten azoknak is, akikre az átlagosnál több teher hárul, mert tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepli idén az ország. A költő nevét viselő Bonyhádi Evangélikus Gimnázium az év folyamán számos rendezvényel emlékezik meg a névadóról. A Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban minden év márciusában kiemelt figyelmet kap a névadó Petőfi Sándor emlékezete. Az idei évben ez még inkább így lesz, hiszen a költő születésének 200. évfordulójára számos megemlékezés kulturális rendezvény szerveződik, így az iskolában március 15-én megrendezésre kerülő Petőfi napok is gazdagabb lesz a megszokottnál, mondta Andorka Gábor igazgató. Minden évben az ünnephez kapcsolódva március 15-höz szokott lenni az intézményünkben a Petőfi napok, és ez idén sem lesz másképp. Természetesen igyekszünk az egyház és az állam által kiírt
rendezvényekre, megmozdulásokra is még jobban hangsúlyt fektetni. Például az egyik ilyen, hogy Kiskörösön lesz idén a Petőfi nevét viselő iskolák országos találkozó, és ott is képviseltetjük magunkat. Az iskola rendezvénytervében számos olyan alkalom lesz, amikor Petőfi emléke előtt tisztelegnek majd. Andor Gábor azt mondja, minden iskolának, aki a költő nevét viseli, egyfajta kötelessége, hogy ebben az évben kiemelten részese legyen a megemlékezés sorozatnak. Petőfi ugye tragikus korai halála is egy örök ifjúvá tette, tehát ami ez a idejáró diákokhoz életkorban is nagyon közel áll, és hát ugye fiatalság, ez az ifjúkor is, ez a szabadság, életérzés és a szerelem, hogyha most lehet így ezt mondani, akkor hát nagyon-nagyon közel álló érzések, és mindenképpen példakép lehet a mai fiatalok számára is. Az iskola életének kiemelkedő rendezvényére kerül sor a nyár folyamán, amikor vendégül látják az ország 52 evangélikus iskolájának pedagógusait egy nyári tábor keretében. Mindez, mondja Andorka, egyfajta pozitív visszajelzése az itt folyó munkának. Újra lehet jelentkezni a Körösi Csoma Sándor program déli féltekére szóló pályázatára, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki egyben Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Potápi Árpád János elmondta, a déli féltekére vonatkozó pályázatot 2019 óta az északi féltekétől eltérő időpontban a tanévhez igazítva külön hirdetik meg, és a kiutazást is ehhez igazítják. Azt mutatták a tapasztalatok, hogy a program szempontjából jobb az az időszak, amikor a gyermekek iskolába járnak, mutatott rá. Összesen 10 országban lehet jelentkezni, Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália és Új-Zéland tekintetében. Reméljük azt, hogy minél többen jelentkeztek, és részt akartok venni abban az identitás megőrző és erősítő munkában, amelyek a diaszpora magyarságát megtartják a jövőben is. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint Magyarországon a földgáz tárolók töltöttsége január 18-án közel 4 milliárd köbméter volt, ami az őszi kapacitás majdnem 63%-a. Az egy évvel ezelőtti mennyiséghez képest január 18-án 53%-kal több földgáz volt a tárolókban. A bennük lévő 3,98 milliárd köbméter gáz a 2022-es év lakossági fogyasztás 109,5%-a. Stációk, szekszárdiak a II. Világháborúban címmel jelent meg egy kötet, mely a szekszárdiak sorsát dolgozza fel a II. Világháborúban. A könyv Szabó Géza múzeológus és Nagy Janka Teodóra néprajzkutató tanszékvezető egyetemi tanár közös munkája. A mű a Donátor és 80. évfordulójának tiszteletére látott napvilágot. A könyv bemutatójára a Babits Mihály Kulturális Központban közel 200-an voltak kíváncsiak. A most megjelent könyv folytatása annak a feltáró munkának, mely a szekszárdiak sorsát az első világháború korában már feldolgozta. Most a szerzőpáros a II. Világháború a várost és a lakóit érintő, valamint szekszárd életét 1920 és 50 közötti időszakában dolgozta fel, családi levéltárak közvetlen forrásai a személyes történelmi hitelessége alapján. Szabó Géza múzeológus azt mondja, 80 év kellett ahhoz, hogy az emberek megnyíljanak és elmeséljék családjaik sorsát. Volt, aki a gyerekét féltette, és azért nem, volt, aki meg is semmisítette a teljes anyagot. És igen, miért kellett ezzel ennyit várni? Valóban korábban kellett volna, akkor kellett volna, amikor a közvetlen résztvevők még éltek. Az elmúlt 15-20 évben, tehát amíg mi gyűjtöttük ezt az anyagot, akiktől gyűjtöttük, azok közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk. A források tükrözik a város társadalmának személyes történelmét, mely sok esetben tér el a történelemkönyvekben leírtak, mondta Nagy Janka Teodóra. 8 forrást közlünk egyébként, ezek első közlések ismeretlenek, és valamennyi a város lakói által őriztetett meg éveken, évtizedeken át. Ennek egyrészt köztörténeti jelentősége is van, fontossága is van, másrészt viszont Szekszárd életének egy eddig azért kevésbé fókuszban lévő időszakát mutatja be. A könyvadóni áttörés 80. évfordulójának tiszteletére látott napvilágot. Ütemesen zajlik a 2022-es év után járó uniós agrártámogatások kifizetése, jelentette be
a szakminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Összesen több mint 128 ezer gazdálkodónak zöldítési támogatást igénylőnek, ipari zöldség, növény és szemes fehérje termesztőnek folyosított pénzt a magyar államkincstár egy napon belül, részletezte Feldman Zsolt. A múlt év utolsó harmadában kiutalt 322 milliárd forint után a kifizetések a jogosult termelők számára feszített tempóban lezajlanak 2023-ban, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben kulcsfontosságú szerepe van ezeknek a likviditást nevelő támogatásoknak, hangsúlyozta az államtitkár a szaktárca közleményében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4750-en léptek be Magyarországra hétfőn. A román-magyar határon érkezők közül pedig 3673-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság kedden. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 133 embernek állított ki 30 napra érvényes ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében, áll a közleményben. A nép tette himnuszá Kölcsey költeményét. Többek között ezt is megtudhatták azok a diákok, akik részt vettek kedden a Babits Mihály Kulturális Központban tartott rendhagyó irodalomórán. A himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából Nyári Krisztián író tartott előadást a szekszárdi diákoknak, akik olyan új és érdekes információkat tudhattak meg, amire az iskolában nem térnek ki a tanárok. Erkel idején sokkal pattogósabban, gyorsabban, a verbunkos ritmusnak megfelelően játszották a himnuszt, és 100 év alatt lassult le arra a tempóra, ahogy a mi fülünkben cseng. Mi már a Dohnányi Ernő által áthangszerelt verziót ismerjük. Többek között ez is egy olyan érdekesség, amit nem tanítanak az iskolában. Nyári Krisztián író a Babits Mihály Kulturális Központban tartott rendhagyó irodalom óráján több érdekességet is mesélt Magyarország legismertebb költeményének kialakulásáról, himnusszá válásáról. Nekem személy szerint nagyon tetszett, mert az irodalomtanárnőnk mondta, hogy lesz egy ilyen alkalom, és akkor igazából elküldte ide az osztályt, meg még egy pár osztályt az iskolába. Sok érdekességet hallottam, úgyhogy jó, hogy itt lehettem. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 200 éve fejezte be az akkor még egyfajta fohásznak szánt himnusz című alkotását. Az irodalomkutató számos olyan érdekes történetet mesélt el a rendhagyó irodalomórán, ami a fiatalok érdeklődését is felkeltette. Ez nem is himnusznak készült, ez inkább egy imádság, ahogy szoktuk mondani, hogy miénk a világ legszomorúbb himnusza, ez azért van, mert nem himnusznak készült. És mégis ezt érzi a legtöbb magyar a sajátjának. Ez az a műalkotás, magyar műalkotás, amit a legtöbben ismerünk. 6 éves kor fölött ebből már minden gyerek tud idézni, felismeri. Hiszen a magyar himnusz nem megrendelésre készült, mint ahogyan a világ többi táján szokás. Ez a költemény saját magának tört utat, és érte el azt, hogy a nép magáinak érezze és kiválassza. Ezt mi választottuk 200 év alatt magunknak, talán ebben ismerjük föl leginkább önmagunkat. Ugye ebben van a szövegére koncentrálunk, van egy kis pesszimizmus, ami állítólag jellemző ránk, van egy kis önfelmentés, mert hát megbűnhődte, de van egy kis szembenézés is a múltunkkal, meg a bűneinkkel, úgyhogy valószínűleg azért választottuk, mert nekünk ez az a himnusz, ami megszólít minket. A rendhagyó előadást közel 200 diák hallgatta végig a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Regionális híreink következnek. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Siklóson ünnepeltek a helyi borászok. Fizet és szerződést bont a pécsi önkormányzat. Nem fejezik be a magyarürögi vízrendezési munkát. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük vasárnap, az 50 éves muzsikás együttes adott koncerttel. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, tartja a szólás. Ennek alapja az a népi megfigyelés, hogyha január 22-én Szent Vince napján olvad, jó lesz a szőlőtermés. Emellett sok helyen levágott szőlővesszőből is megjósolják az őszre várható szőlőtermést. Vasárnap Siklóson tartottak Vince napot a borászok, nem maradhatott el a szőlővesszők megáldása sem az eseményen.
Siklóson találkoztak a helyi és környékbeli szőlősgazdák, borászok, borrendek tagjai Vince napján az akasztófa dűlőnél felállított keresztnél. Itt áldották meg a szőlőveszőket a hagyományok szerint. Felföldi László megyés püspök az eseményen azt mondta, Jézus csodatételében és tanításaiban is többször szerepet kap a szőlő, a bor. Jézus nagyon sok példabeszédet mondott, de az emberről, az embernek emberrel, az embernek az Istennel való kapcsolatáról, mikor a legfontosabbat akarja mondani, akkor leül egy szőlőtő mellé. És azt mondja, üljetek már le egy szőlőtő mellé, és értsétek már meg, hogy miről beszélek. A megyei értékek közé bekerültek a Vince napjához köthető szokások, hagyományok. Erről beszélt Őri László. Egy olyan hagyományról beszélünk, amely generációról generációra száll. Nagyapák adják át a fiaknak és az unokáknak, és én azt gondolom, hogy ha ezt a hagyományt ezt jól őrizzük, akkor erőt ad a következő évek, évtizedek közösséget megtartó és erősítő építkezéseihez is. Vince napján a borászok termésjóslásba is bocsátkoznak. Mindig reménykedve tekintünk előre, igazából most a csapadék, ami a legpozitívabb dolog, hogy több mint dupla mennyiség lehullott, mint ami ilyenkor szokásos. Nem lehet megmondani, hogy jósulnak a vinceveszőből, lehet látni, hogy mennyi virág van benne, mekkorák a virágok, de hogy születik még nagyon sok idő el fog telni. Ugye a hagyomány szerint, hogyha megcsordul a vince, tele lesz a pince, most azért olvad a hó, csepeg az eső is időnként, úgyhogy reményteljesen tekintünk előre. Forralt borral, pogácsával várták a vendégeket az eseményre. Siklós és Villány együtt alkotja a villányi borvidéket. Mintegy 2400 hektár szőlőterületen termelnek a borászok. Ez Magyarország egyik legfejlettebb bortermelő vidéke. Szerződést bont és 21 millió forintot fizet a pécsi önkormányzat annak a cégnek, amelyikkel a magyar ürögi vízfolyás rendezési munkálatait bízta meg még 2020-ban. Ugyanis a beruházása egy része ellen tiltakoztak az ott élők. Az ügyben a januári közgyűlésen hozhatják meg a döntést a városi képviselők. Csobog a víz az Égerpatakban Pécsen. Itt és a magyar ürögi vízfolyás medrében végeztek volna rendezési munkálatokat az építők egy toppos pályázat keretében. Azonban ezt most nem teszik meg, mégis fizetnie kell majd az önkormányzatnak. A Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság tagja stábunknak azt mondta, az ügy már régóta húzódik. A magyar ürögi vízfolyás kérdése patakmeder témája is lassan 7 éves szintén. Ott a javarésze elkészült már a beruházásnak, főleg a déli szakasza. Az északi szakasza, ahol gyakorlatilag a patak mederbe kerül, az Égervölgyi tónál, ez pedig lakossági tiltakozás okán nem fog tudni megépülni, hiszen erre most úgy tűnik, hogy nem ad engedélyt az irányítóhatóság. A magyar ürögi vízrendezési munkák további sorsáról tárgyal majd a pécsi közgyűlés is ketten. Első lépésben megszüntetik a beruházás kivitelezését megnyerő vállalkozással kötött szerződést. A cég ugyanis még átvenni sem tudta a munkaterületnek az Égerpatakhoz köthető részét a lakossági tiltakozás miatt. Ez még 2021-ben történt. Most az önkormányzat a kialakult helyzet miatt szerződést bont a kivitelezővel. Azonban a vállalkozás az elmaradt haszon, és a már előre elkészített szerkezeti elemek miatt erre 21 millió forintért hajlandó. Erről szavaznak majd a képviselők. Az előterjesztés szerint a magyar ürögi vízfolyás meder és partfal rendbetételi munkáit továbbra is szeretné megcsináltatni az önkormányzat. Azonban ezt már egy másik projekt keretében tehetik meg a helyben élők támogatása mellett. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük január 22-én. Ebből az alkalomból az idén 50 éves muzsikás együttes adott fergeteges koncertet a Kodály Központban vasárnap este. Az 1973-ban alakult muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. A jubileumi előadás teltház előtt zajlott.
Az éppen 50 éve alakult Muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. Az ország kulturális nagykövetei közé sorolják őket. A Magyar Kultúra Napját a jubiláló zenekarral ünnepelték a pécsiek. Vendégművésznek Balogh Kálmán cimbalmost hívták meg, akivel nagyon régi és kiváló kapcsolatot ápolnak. Én 12 éves koromtól játszottam a Miskolci Javas Táncegyüttes zenekarában, az még nem egy táncházas zenekar volt, ott még írott kottából játszottuk a feldolgozásokat a néptánc alá, és jártuk a fesztiválokat, és akkor én már láttam a Muzsikás együttest, és engem nagyon megfogott, hogy ők egész másképp játszanak, meg más a zene, autentikus zene, és hát mindig csodálattal néztem őket, van köztünk pár év különbség, ilyen 8. Körülbelül 8 év különbség. Én egy kicsit a tanítványok is voltam. Az együttes otthonosan mozog, csak úgy a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komoly zenei koncerteken. Hamar Dániel vezetőtől megtudtuk, elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Visszatekintünk erre az 50 évre, azokat a barátainkat, zenésztársainkat hívjuk meg egy-egy koncertre, akik jelentősek voltak a Muzsikás életében. Olyan zenéket játszunk, amiket valamikor régen játszottunk, ami most a szívünk közepébe van. Tehát valamilyen módon ez egy visszatekintés. Ez 50 év tényleg nagyon sok, tényleg 50 év. És azt kell mondani, hogy ha valaki 50 évezőt azt mondja, hogy ezen a gyönyörűséges koncertteremben fogunk zenélni, akkor ez is meg kell várni, hogy fölépüljön, de azt hiszem inkább azt lehet mondani, hogy nem hittük volna el. A fél évszázados Muzsikás számos díj és kitüntetés birtokosa, így például a Magyar Művészetér díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték őket. Pécsen a Kodály Központban megtartott jubileumi koncert fergeteges sikert aratott a Magyar Kultúra Napján. Végül mutatjuk újra Tolna vármegye legfontosabb híreit. Saját munkahelyről lopott a férfi, elkötötte, majd össze is törte a céges autót. Petőfi emlékév, a Bonyhádi Gimnázium méltóképpen ünnepli névadóját. Stációk, könyv jelent meg a szekszárdiak sorsáról a II. Világháborúban. Szerdán még mindig maradhat a front felhőzetből, de ott is felszakadozhat helyenként a felhőtakaró. Számottevő csapadék nem lesz, elvétve előfordulhat szitálás. Éjszaka is megnövekedhet átmenetileg itt-ott a felhőzet. Országszerte változóan felhős, csillagfényes, szélcsendes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!